Az ismert dallammal indult a koncert, amely a Kiséi zene címet kapta, de Berkes Kálmán szerint a zenei összeállítás a szerenádest elnevezést is kiérdemelte. Michael Haydn szerenádból hangzik fel két tétel, amelyben két csodás szólistánk van, Fejér András harsonál, aki Berlinben a Riaz zenekarnak, a rádió zenekarnak volt, illetve ma is a szóló trombonosa, és a nemzeti filharmonikusok, illetve a győri filharmonikusok első kürtöse Gán László. Ugyanis ezt például Pécset rosszul mondták be, mert hogy ő a nemzeti filharmonikusoknál is tag, de nálunk is hála a jó Istennek tag, tehát ő a szuper első kürtösünk a győri filharmonikusoknál. Ők ketten a szólisták a Michael Haydn darabban, és a másik részben pedig Brahmsnak a legszerelmesebb zenéje, ezért mondom, hogy az is lehetett volna Szerenáda címe a koncertnek. A szólóművészek világszínvonalú teljesítményt nyújtottak. Fejér András 17 éve a berlini szimfonikus zenekar harsonása, de szívesen és gyakran jön magyarországi fellépésekre. Ez a mai este ez egy egészen különleges dolog, mert Berkes Kálmán művészeti vezető karnagy úr felkérésére történt az egész, és ami még egy különleges dolog, hogy Gál László kürtművésszel, aki gyerekkori jó barátom, több mint 40 éve ismerjük egymást, és hogy pont egy ilyen darabot sikerült összehozni erre az estére, illetve műsorra tűzni, ahol egy kürt harsona kettős versenyt adunk elő Michael Haydntól, ez önmagában egy nagyon-nagyon felemelő érzés. A győri filharmonikus zenekar a hétközepén Szekeres Adriennel közösen lép fel Budapesten, a Művészetek Palotájában, jövő hétfőn este pedig az opera rajongóknak kedveznek a Sevillai Borbéllyal.